Sziasztok, Marosi Nikolett vagyok, többek között a Lazarus AVS Áron András API menedzsere, ez itt a Backstage Home, és a mai napon a közösség erejéről, online támogatói kampányokról fogok beszélni, ezen belül is egy old school-abb verzióról, az előrendelésekről és a merch árusításáról. Kezdjük az alapoknál, hogy mi is az a merch. A merch, azaz merchandise, talán a legjobban úgy lehet lefordítani, hogy zenekari szuvenír. Ide tartozik mindenféle tárgy, ami a zenekarhoz köthető, kapcsolódik a zenekarhoz. Mint például a hanghordozók, CD, bakeli, DVD, vagy akár egy pendrive, vagy ruhanemük, mint például pólók, cipzáros pulcsi, kapucnis pulcsi, nadrág, táska, sapka, kesztyű, akármi. Illetve egyéb tárgyak is lehetnek a merchben, akár alkoholos italok, mint zenekari sör, pálinka, whisky, vagy kávé, gyertya, kozmetikai termékek. Lényegében teljesen végtelen, hogy mit talál ki a zenekar, csak az a lényeg, hogy kapcsolódjon hozzá. Miért is jó, ha egy zenekarnak van merch terméke? Azon kívül, hogy ez egy bevételi forrás, hosszú távon egy tök jó reklámfelület, hiszen a rajongó lényegében a testén fogja hordani a zenekar logóját, vagy a zenekar grafikáját, így hirdeti a zenekart mindenhol, amerre csak jár. De ezen felül egyébként egy művészeti kifejező eszköz is, hiszen a zenekar arculatába tartozik ez a grafika is. A zenekar tud üzenni a stílusával. Hiszen hogy is készül egyébként egy ilyen artwork? Mondjuk elkészül egy lemez, aminek van egy témája, és akkor ehhez képest elkészül egy artwork a lemezhez, mondjuk egy CD esetében egy borító és egy booklet, amit akár több oldalas is lehet. Ezeket a grafikákat utána tudja a zenekar használni a websájtján, vagy a social media felületein, mondjuk Facebook coverként, vagy bármi hirdetésben, illetve akár a koncertjei plakátján is használhatja ezeket a grafikákat, és ez mind egy egységes képet alkot a zenekarról. Miért fontos pénzügyileg a merch, főleg napjainkban? Ugye egy zenekar a pandémia előtti időkben a bevételének a 70-80%-át eladott koncertjegyekből generálta, viszont az elmúlt időkben, hogy nem lehet koncerteket tartani, így eléggé megcsappant a bevételi források száma. De nyilvánvalóan van még egy zenekarnak bevétele egyébként, digitális bevétel, tehát amikor a Spotify-on, az Apple Music-on, a Deezer-en hallgatsz egy dalt, akkor a zenekarhoz megy valamennyi pénz. Van CD eladás is, de hát az körülbelül 15 éve egyébként halott. De nyilvánvalóan, pont az előbb említett artwork miatt nagyon sokan megvásárolják még a CD-ket. Néha előfordul, hogy egy zenekar tud magának szerezni egy szponzort, de a szponzorok is általában termékekkel támogatják a zenekart, és ezen kívül marad a merch, ahol a közönség nagyon közeli módon tudja támogatni a zenekart. És ugye egyébként meg kiadásokban végtelen szintén, hogy egy zenekarnak mivel kell megküzdenie, hiszen próbatermet kell fizetnie, ami havonta már majdnem annyiba kerül, mint egy kisebb garzonlakás. A hangszereit és a színpad technikai eszközeit kell karbantartania, vagy újakat kell vásárolnia, lemezfelvételt kell kifizetnie, ki kell fizetnie a crewját, és még sorolhatnám, szóval fontos, hogy bevétele is legyen a zenekarnak. És ebben az időben, amikor nem lehet koncert, felértékelődik a merchnek a fontossága, és fontos tisztázni, hogy a rajongó ezzel tudja támogatni a zenekart. Hogyan tudod elérni, hogy vásároljanak? Először is csinálj jó zenét, ez az alapja mindennek, és amikor ez már megvan, akkor kapcsolódj a zenek a közönségedhez. Hiszen ha tudsz kapcsolódni a rajongóidhoz, mondjuk az élő koncertjeid által szerzett élményekkel, akkor felerősödik majd bennük az a fajta vágy, hogy a koncert végén mondjuk vigyenek belőled haza egy darabot, és ez a darab nagyon sok esetben a merch, hiszen téged nem tudnak hazavinni. Illetve megfigyelhettük azt is, hogy az emberek vásárláskor nem éppen az eszükkel döntenek, hanem a szívükkel. Tehát
mivel te már amúgy is egy zenész vagy, és el tudtad érni, hogy csatlakozzanak hozzád, csak ezt kell továbbvinni azzal, hogy merch-öt mutatsz nekik, amit meg tudnak vásárolni, és ezáltal téged is egy picit. Hogy működik a gyakorlatban a merch árulása? Ugye két helyen tudunk árulni, vagy több mint két helyen, de az egyik fő két hely a koncerteken árulás, bár most az online-ról fogok beszélni, de azért egy kicsit beszélek a koncertekről is, hogy nagyon fontos ott, hogy ne a sarokba rakd be a merch pultodat, hanem egy jól látható helyre, ami ki van világítva. Az az ember, aki árulja a merchöt, az jobb, hogyha nem introvertált, és nem ijed meg attól, hogyha ránéznek. Az meg még jobb, hogyha még kommunikatív is, és tud beszélgetni a vásárlókkal. Esetleg, hogyha már valaki elköteleződött, hogy vásároljon egy pólót, megmutatja neki a többi árut is, hogy még többet vásároljon egy alkalommal. Illetve tényleg szépen kell kipakolni a pólóidat, hogy ilyen gusztusos legyen és megkívánja az ember. Mint előadó pedig érdemes bemondani a koncerten, hogy a koncert után mondjuk 20 perccel ott leszel a merchpultban, ami egyébként a jobb sarokban van, és találkozunk ott. Ha megteheted, hogy te áruld a merch cuccaidat, mondjuk tényleg koncert után fél óráig, az is szuper, hiszen szintén ez is csak erősíti a kapcsolatodat a közönséggel. Online pedig többféle mód is van. Azok a zenekarok, akiknek van kiadójuk, megkérhetik a kiadójukat, hogy árulják a merch cuccaikat, vagy akik nem a kiadóval szeretnének dolgozni, vagy nincs kiadójuk, felkérhetnek olyan cégeket, akik ezzel foglalkoznak, tehát legyártják a merchöt neked, majd árulják is, vagy pedig te saját magad kezelheted ezt az egészet. Az első kettő nyilván kevesebb munkával jár, hiszen csak leadod a grafikát, viszont ugye ezért cserébe százalékot is adsz le a bevételedből, vagy pedig egy fix dealt fizetsz ki, míg a harmadik a saját magad, mindent te csinálsz, tehát több munka, viszont a bevétel a tiéd. Ugye egy zenekarnak lehet egy weboldala, ahol van webshopja, itt fent lehet egész évben folyamatosan egy bizonyos készlete, de ami jelen pillanatban jobban működik szerintem, ezek a kampányok, ami azt jelenti, hogy egy limitált idő kereten belül lehet vásárolni, és esetleg limitált darabokat is, vagy akciókat lehet csinálni. Így például erre lehet külön készíteni egy új weblapot, egy új webshopot. Hogyan állj neki? Nos, először mivel zenész vagy, nem biztos, hogy jól tudsz rajzolni, vagy jó grafikai anyagokat tudsz csinálni, úgyhogy érdemes megkeresni egy olyan grafikust, akinek tetszik a stílusa, akinek tetszenek az elképzelései, a munkái, és passzolnak hozzád. Amikor ez megvan, akkor együtt meg kell terveznetek a grafikát, a mintát, ki kell választani a legjobb tipográfiát, betűtípust, és így tovább. Amikor már készen van a minta, akkor érdemes felmérni az igényeket, hogy a közönséged, mondjuk, hogyha te egy metal zenész vagy, nem feltétlenül rózsaszín pólókat fog vásárolni, de amennyiben egy lánybanda vagy, valószínűleg inkább azt. Illetve, hogyha mondjuk télen csinálsz egy akciót, akkor nem biztos, hogy rövid nadrágokat meg trikókat kell berendelned, hanem inkább pulcsikat, sapkákat. Amikor már elkezdődött az eladás, érdemes egyébként monitorozni, hogy hogyan vásároltak, hiszen kiderülhet az is, hogy mondjuk a te közönsége nem kedveli annyira a női szabást, mert mondjuk a nők is, a lányok is férfi pólókat vesznek, vagy kiderülhet, hogy egy-egy minta nem megy, és azt nyugodtan akkor kiárusíthatod, és a bestsellereket pedig megtarthatod később is, és mindig érdemes egyébként időszakonként új mintákkal jelentkezni. A gyakorlatban hogyan megyünk tovább? Először is keresünk egy gyártót, akinél a legfontosabb szempontok, hogy megbízható legyen, jó minőséget tudjon hozni, tehát a pólók szépek legyenek, jól legyenek nyomva, viszonylag gyorsan tudjon dolgozni, és átláthatóan tudjon elszámolni veled. Miután ez megvan, egy futárszolgálatot kell keresned, itt is érdemes több cégtől árajánlatot kérni, úgy, hogyha 10 csomagod van, akkor mennyi, akkor, hogyha 100 csomagod van, mennyibe kerül a kiszállítás, és mindegyikkel lehet személyre szabottan szerződni.
ki kell választani egy online webshop rendszert. Ebből manapság nagyon sok van, például a Wix, a Squarespace, a Shopify, a WordPress, és még sorolhatnám. Én a Shopify-t használom, mert nekem az volt a legátláthatóbb az összes közül, és akkor innentől kezdve én egy ilyen esettanulmány szeretnék bemutatni, azon keresztül, hogy én hogy csináltam a Lazarus zenekar legújabb lemezének a előrendelését. Úgy kezdtem, hogy kiválasztottam a Shopify-t, ahol én szerkesztettem meg azt a részt, amit a vásárló lát. Ez egy nagyon egyszerű platform igazából, csak be kell raknod a képeket, videókat és a szöveget, meg a színeket kiválasztani. És ami nagyon fontos volt, hogy egy tisztán érthető célt akartam megfogalmazni, hogy azon felül, hogy ez egy hagyományos előrendelés, tehát előbb fogják megkapni a lemezt, mint más, azon felül most egy olyan helyzetben van a zenekar, amikor nem szégyen segítséget kérni a rajongóitól, és ezt többször is leírtam, hogy amennyiben merch-öt vásárolnak, akkor a zenekart támogatják. Úgy gondoltam, hogy az egészet úgy fogom megcsinálni, mint egy ilyen, mint egy mesét mesélnék el, hogy lássák, hogy mi történik akkor, amikor vásárolnak, meg hogy hogyan jut el hozzájuk, meg hogy hogy készült erre a zenekar. Amint láthatjátok, az első oldal a webshopnak egy videóklip a zenekartól. Ez azért van, mert egyébként az én menedzsmenti oldalamban van beintegrálva ez a webshop, és szeretném, hogyha egyértelmű lenne, hogy most Lazarus termékekről lesz szó. A következő oldal, ide most az van írva, hogy az előrendelés lezárult, de igazából ide azt írtam, hogy elindul az előrendelés, és hogy a vásárlásotokkal a zenekart tudjátok támogatni. A következő oldalon részletesebben leírom, hogy sokan kérdeztétek, mivel tudnátok támogatni a zenekart ezekben az időkben, amikor nem tudunk koncertezni. Mi elmondjuk, mivel készültünk nektek, melyek megvásárlásával hozzájárulhattok, hogy életben maradjon a zenekar. Először is elkészítettük nektek ezt a lemezt, és ha bár már kevesünknek van CD lejátszója, mi hiszünk abban, hogy jó kézben tartani a munka végén egy fizikai formátumot is, amit a zenén kívül Kókai Barnabásnak köszönhetően külön művészeti alkotássá is vált. Ezek után igazából csak részletezem a lemezt. Van egy szöveg a lemez artworkjéről, ahol a zenekar frontembere meséli el, hogy hogy született meg a fejében a kép, és akkor ezt hogyan tudta a grafikus végül kivitelezni. Majd egy fényképet is teszek belőle, vagy egy grafikát is teszek be belőle, hogy láthassuk, hogy miről van szó. Utána nagybetűkkel kiírom, hogy mikor lesz ez az akció. Ebben az esetben szeptember 1-től szeptember 7-ig rendelhettek az emberek, tehát csak is egy hetük volt rá, hogy megrendeljék azt, amit szeretnének. Leírtam azt is, hogy mikor fogják megkapni, hogy ne legyen félreértés, hogy nem 3 napon belül, hanem itt ez esetben 1 héten belül, illetve csináltam egy személyes átvételt is egy boltban. Azt is odaírtam, hogy egyébként mikor fog megjelenni a lemez, mert az később fog megjelenni, mint amikor ők megkapják ezt a csomagot. Termék kapcsolást is végeztem, hiszen akkoriban még úgy gondoltuk, hogy lesz egy lemezbemutató koncertünk, úgyhogy még beintegráltam a lemezbemutató koncertről egy linket, és akkor a végén lehetett választani a termékek közül. Ezek a termékek erre az előrendelésre készültek, tehát limitáltak voltak, és csináltunk egy támogatói csomagot is, ami azt jelenti, hogy minden benne volt, ami készült, és még volt rajta egy kis plusz pénz. Tehát, hogy így, hogyha egyenként tetted volna bele, akkor egy kicsit olcsóbb lett volna, de mivel támogatod a zenekart, akkor egy kis plusz pénzt tettél bele. A Shopify-ba egyébként lehet még beállítani ilyen tip, azaz borravalót. Tehát igazából, amikor megvásárolod a dolgokat, még utána is tudsz a zenekarnak pénzt adni. És ami itt fontos egy ilyen kampányban, hogy limitált az idő, limitált a termék, és ez arra sarkalja az embereket, hogy most kell megvenniük, és akkor igazából így nő a vásárlási kedv is. Azért is szeretem a Shopify-t, mert nagyon átlátható a belső felülete is. Látod az összes adatot, ami szükséges neked a postázáshoz, a vevőktől. Tudsz
mindenféle analitikát letölteni, ami szintén fontos, amikor majd újra gyártasz, mert megmutatja, hogy melyik termékből vettek a legtöbbet, hányan jöttek naponta megnézni az oldalt, még azt is láthatod, hogy mondjuk egy social media felületedről jöttek, egy hirdetésről jöttek, vagy direkt írták be a linket. Amikor elkészül ez a weboldal, megvannak a termékeid, akkor érdemes ezt megtámogatni egy kis marketinggel is. Nagyon fontos, hogy a saját social media felületeiden szépen kommunikálj erről, akár naponta többször is, de nyilván egy ízléses mennyiségben. Hirdetést is érdemes elindítani rá, mondjuk Facebookon. Érdemes átírni a covereket a Facebookon, hogy rögtön, ahogy felmennek az oldaladra, ezt lássák először. Illetve, hogyha mondjuk van sajtó megjelenésed, ebben az esetben ugye, hogy lemez megjelenés volt, a sajtó megjelenések végére is beírtam, hogy lesz egy ilyen lehetőség, ahol támogathatják a zenekart a merch vásárlással. Tehát lényegében termék kapcsolhatsz folyamatosan. És így a végéhez közeledve, igazából ez az egész arról szól, hogy tényleg van a közösségnek ereje, és hogy egy zenekar ne féljen kommunikálni a közönségével. Ha bajban van, akkor ne féljen segítséget kérni, hiszen ez egy oda-vissza dolog. A zenész is ad a közönségnek a dalaival, az élő koncertjeivel, a koncertek után interakcióval, bármivel, úgyhogy szerintem a közönség is nagyon szívesen segíti a zenekart, és szívesen ad vissza.